Üdvözlöm a kedves hallgatókat, a mikrofon mögött nagyon a Imre, a mai vendégünk pedig Pula András, a Publikus Szintézet vezetője. Üdvözlöm! Szép napot! A mai témánk pedig egy a Publikus Intézet egyik legfrissebb kutatása, ahol ugye arról kérdezték a, az embereket, hogy a NATO tagsághoz hogyan visszanyúlnak, illetve a Magyar Honvédséghez. Mik a kutatás legfontosabb eredményei? Hát szerintem a legeslegfontosabb eredmény a kutatásnak az az, hogy nem igazán tudja elképzelni Magyarország a saját jövőjét a NATO nélkül. Uh, ugyanis az embereknek a majdnem 90%-a, 86%-a egészen pontosan azt mondja, hogy a magyar honvédség életi állapotában nem képes arra, hogy a NATO nélkül megvédje az országot egy esetleges támadás esetén. És hát azért azt hiszem, hogy azt mindenki tudja, hogy jelen a szomszédos országban egy elég komoly, második világháború óta nem látott kiterjedtségű háború folyik, és ebben az esetben azért ez egy elég fontos kitétel, hogy bizony a nato itt szükség van. Mondják ezt. Mondják ezt úgy egyébként a, a, drága válaszadók, hogy, hogy hát a Oroszországhoz, Ukrajnához, NATO-hoz és az egyéb katonai és gazdasági erőköz való viszonyrendszerünk azért eléggé kuszálódik, és eléggé más gondolról a kormányzat, mint amit a válaszadók. Ez egyébként a NATO melletti kiállást mutatja, vagy azt, hogy mennyire, milyen állapotban a hadseregünk? A gondolom egyszerre mind a kettőt. Tehát egy mutat egy erős bizalmat a nato iránt. Egyébként, amikor megkérdezzük, hogy a NATO-nak a tagja szeretnénk-e maradni, vagy hogyha egy esetleges belépés lenne a népszavazás, akkor miként szavazna, akkor az embereknek a 80 plusz százaléka azt mondja, hogy igen, maradjunk a NATO tagjai, és igen, a belépés mellett szavaznék, hogyha legyen népszavazás. Ugye volt ilyen népszavazás a 90 éves évek 93-ban talán, hogy olyan emlékszem, 94-ben. És um, um, ez, ez, nem változott, tehát nagyon magas a bizalom a NATO iránt. Tesznek hozzá, hogy ha már ilyen nemzetközi szervezetekről beszélünk, akkor az EU iránt is nagyon magas a bizalom, azért ez valamennyire kéz a kézben jár. De így van, véleményt mondanak a magyar hadseregnek a, a, harci képességeiről is. Ugye volt egy ilyen állítása a kormányzatnak, hogy mára a magyar haderő a régió meghatározó hadereje lett, és megkérdeztük a válaszadókat, hogy egyetértenek-e vagy sem, és hát 8 értett tett ezzel egyet és 80% pedig nem. Tehát, hogy tízszer annyian mondják azt, hogy ez, ez bizony nincs így. Uh, illetve, hogyha azt is megkérdezzük a válaszadóktól, hogy mondjuk a magyar hadseregnek, a, vagy a honvédségnek a harc, illetve a védelmi képesség az elmúlt tíz évhez képest hogyan alakulnak, akkor 27% mondja azt, hogy erősebb lett, és 25% mondja azt, hogy gyengébb, tehát nagyjából ugyanannyian vannak, és egy kb. 30% mondja, hogy érdemben nem változott. Magyarul nem érzik a választók azt a drámai azt a, azt a erősödést, amit a kormányzat kommunikálni próbál ebben a kérdésben. És akkor kijelentető azt, hogy baloldaltól, jobboldaltól független, egy ilyen nemzeti konszenzus van ezzel kapcsolatban? Hát uh, nyilván vannak pártállástól tekint, pártállás vizsgában vannak eltérések, tehát a kormánypártiak azok azért inkább elhiszik a, kormány, a kormányzatnak a narratíváját, uh, de hogy ez változó, hogy mennyire. Mondjuk amit először beszéltünk kérdés, úgyis, mint hogy a NATO nélkül meg tudja védeni hazánk uh, a, egy, magát egy támadás esetén, a Fidesz szavazóknak a 14%-a mondja azt, hogy igen, és 71%-a mondja azt, hogy nem. Tehát az érdemben nem tér el attól, amit a teljes társadalom, azaz az ellenzékek is a bizonytalanok gondolnak. Egyébként a bizonytalanoknak a 98%-a, és hát 96%-a mondja azt, hogy nem képes megvédeni hazánkat nato és 2% a NATO-n kívül, és a 2% mondja azt, aki szerint képes. Abban a kérdésben, hogy a magyar honvédség védelmi képességei a 10 évezetes össze, össze hogy alakulnak, itt azért a Fidesz szavazók elhiszik a kormányzati narratívát, és 59% mondja azt, hogy erősebb lett, míg az ellenzéki szavazóknak a 10%-a mondja azt, hogy erősebb lett. Nyilván hogy te bizonytalan szavazók érdemben laplába rúgnak ezen kérdésnek a megítélésénél. Szóval akkor, amikor, a, amikor egy, ilyen, egy ilyen kommunikációs panelt mérünk inkább, akkor a Fidesz szavazók azért a Fidesz szel mennek, kormányzati narratívával mennek, akkor, amikor érdemi képességeket, érdemi készültséget mérünk, hát akkor nem. Ez a kormánynak a narratívája, ugye a hadsereggel és a, a hazafisággal kapcsolatban, hogy igen, itt sincs olyan jó helyzet, de azért mégis egy patrióta állam, azért nyugaton még minden rosszabb. A nyugati országokkal összevetve Magyarország milyen helyzetben van egy a honvédség megítélése tekintetében, illetve a NATO tagság és az EU tagság megítélésében? A, a NATO, illetve az EU tagság megítélésében az bátran mondhatjuk, hogy az élvonalban vagyunk. Teszem az a NATO tagságot nagyjából egyébként mindenki támogatja. Az EU tagság is az EU egészében pozitív, van, pozitív megítélés alatt van, de Magyarországon a leg magasabb az EU támogatottsága, az EU tagságnak a támogatottsága, a legmagasabbak között, még a top 3 között van mondjuk az elmúlt 5-10 évben. A, a hadsereg megítélésével a kapcsolatban nincs igazán mély EU-s összehasonlító adatunk, de azt megkérdeztük mi is, ami egyébként egy nemzetközi kutatásban is meg lett kérdezve, és ott vannak összehasonlító nem a miénk, de a többieké. Hogy, hogy fegyvert fogna-e akkor az adott válaszadó, hogyha esetleg valamiféle támadás éri az országot, vagy esetleg Magyarország lenne maga az aki, az, aki támadna. És ott már tudjuk, hogy nagyon alacsony a fegyverfogási hajlandóság. Ezt ugye számszerűsíteni is tudom. Tehát, hogyha Magyarországot megtámadna egy másik ország, akkor, most Magyarország támadna egy másik országot, akkor harcolna a hazája megvédéséért, és és 35% mondja azt, hogy harcolna. Ez ugye mondjuk egy, tehát hogyha Magyarország a megtámadott ország, ez mondjuk egy Finország vagy egy Lengyelország esetében ez 80%-os. Tehát, hogy hogy egészen durva a különbség. És akkor, hogyha Magyarország támadna meg egy másik országot, akkor 7% az, aki fegyvert fogna. Az élen álló Lengyelország és Finország esetében ez 50% fölött van. Nyilvánvalóan ugye ilyenkor a megtámadott ország az ugye praktikusan egy olyan lehet, akivel egyébként konfliktusos a viszony az adott országnak. A, természetesen egy lengyel meg egy finn válaszadó Oroszországra gondol ebben az esetben, de a válaszadónak azért ez nem ilyen egyértelmű ez a helyzet. Említette, hogy az Európai Unió támogatottságában Magyarország azért elég az élen jár az Európai Unió tagállamain belül. A kormányzat álláspontját mégis sokan euroszkeptikus álláspontnak mondják. Hogy, hogy mégis a magyar emberek ennyire bíznak az Európai Unióban és az intézményeiben? Szerintem ez két dolog miatt van. Az egyik az az, hogy az európai seg, az európai irányba való vágyakozás, az azért magyaroknak a DNS-ében van már, nagyjából szerintem addig óta, de szerintem előtte is. Ugye a kompországos hasonlatra utalok itt vissza az iról. És, és, ezt, és, és, ezt nem igazán lehet szerintem kiírtani a, a, a magyar néptélekből, hogy hogy, hogy, hogy a nyugathoz, az Európához akarjon tartozni. Uh, és uh, ez az egyik a másik pedig az az hogy a hogy a bizalom az Európai Uniós intézményekkel szemben az sokkal magasabb, mint a magyar intézményekkel szemben. Ez elsősorban valószínűleg azért van, mert a magyar intézményekkel szembeni bizalom az nagyon alacsony. Hogyha nézzük összehasonlító kutatásokat, ez nyilván nem csak mi, mi, készítettük ezt, hanem másik külföldi cégek is, vagy az Euróbarométer is vizsgálja ezt, hogy milyen a bizalom az egyes társadalmi alrendszerekkel szemben, legyen az mondjuk média, parlament, sajtó, alkotmánybíróság, rendőrség és egyéb ilyen fontos nemzeti rendszerek, akkor az, összeset, az összes esetében az alsó harmadban, alsó negyedben vagyunk az Európai Unión belül. Még hogyha azt nézzük, hogy mondjuk az Európai Uniónak a, az ilyen vagy olyan intézményével szemben me, mekkora a bizalom, vagy mondjuk kiintézze az adott dolgokat az Európai Unió inkább, vagy Magyarország, akkor az emberek, a magyar embereknek a túlnyomó többség az Európai Unió irányába billen egy ilyen helyzetben. Tehát, hogyha azt. A, Hogyha hogy összegezve azt a kérdést tesszük fel a magyar embernek, hogy több Európát akar vagy kevesebbet, akkor egyértelműen azt mondja, hogy, hogy több Európát akar. És nyilván a kérdésben benne volt az az, hogy a kormányzatnak azért ennél sokkal szkeptikusabb álláspontja van, hogy ez látszik a szavazati hajlandóságokban, meg az, eurónak, az, eurónak, az Európának az elfogadottságában. Látszik, olyan tényféleképpen látszik, hogy megoszt, teljesen megosztotta a Fidesz szavazókat. És a Fidesz szavazóknak körülbelül a fele, kicsit kevesebb, mint a fele, 40%. 42-45 százaléka, a, a szkeptik, euroszkeptikus lett. A másik fele, szintén kb a kb. 42-45 százaléka, az pedig megmaradt Európa pártinak. Míg az ellenzéki oldalon a bármelyik pártnak a szavazóit nézzük, az 90 százalék fölötti euró a pártiságot mutat, beleértve egyébként a jobbik szavazókat is, akik egyébként mondjuk hát 7-8 évvel ezelőtt, amikor Novák előtt Európai Unió zászlót égetett Budapest egyik főtenén, akkor azért még a negatív tartományban volt. Magyarul a jobbik szavazók azok, azok átfordultak Európa pártivá, teljesen Európa pártivá, 90 plusz százalékos, tehát nem lehet megkülönböztetni ebből a szempontból egy jobbik szavazót egy mszp stól vagy egy Momentumostól, vagy egy DK-stól. Míg a Fidesz szavazók pedig, ahol ilyen 75-80 százalékos volt az Európai a Uniónak, meg az Európának a támogatottsága mondjuk 5-6-7-8 évvel ezelőtt, míg, mielőtt elkezdődött a kormányzatnak, vagy a Fidesznek ez az Európa-szkeptikus, Európa-ellenes kampánya és kommunikációja, az, az egy 25 pontot esett mondjuk, hogy kb. a, a 70-75-ről a 45 magasságábanra. De ez a kettő mozgás, az, az, az ellenzéki jobboldaljak Európa lettek, a fideszes jobboldalak pedig Európa szkeptikusabbak részben, ez nagyjából kiegyenlítette egymást, és érdemben nem változott a, az Uniónak, illetve az Európának a megítélése. Említette, hogy egy beérkező támadás esetén azért a, a, fiataloknak, a, most hát a hatköteles férfiak kétharmada nem igazán védené meg a, a hazáját. Mi az oka ön szerint annak, hogy ez a statisztika ez így alakult, és milyen minták vannak Nyugat-Európában ugyanerre a kérdésre? Hát nagyon nehéz megmondani, hogy, hogy, alaku, hogy miért alakult így, de én azt gondolom, hogy összefüggésben van a kormányzat ambivalens viszonyával az egész háborúhoz. Ugye ezt a kérdést pontosan egy évvel ezelőtt kérdeztük ezelőtt, és egyébként először, mert nyilván akkor tört ki a háború egy pár hónappal korábban, és akkor azért ez egy 20% ponttal magasabb volt, a megtámadottság esetén 20-30% ponttal magasabb volt a harc, harci kedv. Egy évvel ezelőtt 62% fogod volna a fegyvert Magyarország védelmében, ugye mostani 35-tel szemben. És hát ugye nyilvánvalóan a kormányzat, hát mondjuk azt, hogy teljes mértékben orosz párti ebben a, ebben a, helyzetben, nyilván elmondják azt, hogy Oroszország az agresszor, és ami a kommunikáció szinten Ukrajna a szuverenitását és felető egységét Deklarálják, de valójában a cselekedeteik ezen túlmenőleg egy teljes orosz pártiságot mutatnak. És ez az ambivalencia, az, ez, ez jelenti azt, hogy, hogy a, hát a választók se pontosan tudják, hogy most ki az agresszor, kit támadtak meg, kinek kéne a területeit feláldozni, kinek az oltárán, stb. stb. És, és ez szerintem totálisan elbizonytalanítja a választókat. Meg van egy olyan üzenet is, nyilván van a kormányzat részéről, hogy Magyarország nincs veszélyben, és hogy, hogy, nem feltétlenül kell arra gondolni, hogy, hogy, hogy bármikor is legalább és a közeljövőben Magyarország veszélybe kerül. És akkor ezzel szemben van az, hogy ugye a hadsereg toboroz, a hadsereget ugye fejlesztjük, új fegyverekkel, meg drónokkal, meg rakétákkal, mozognak ugye az ország keleti felébe, ugye a NATO katonák jönnek gyakorlatozni, tehát hogy van egy csomó olyan aktív, aktuális politikai, illetve gyakorlati, hétköznapi lépés, ami meg, ezzel, ami meg ezzel szembe megy. És ez hát ez elég nagy kacsvaszt kelt az emberek fejében, mert hogy ellentétes üzeneteket látnak az egyik irányból és a másik irányból. Ön szerint az a kormányzati narratíva vagy gondolkozás hatása lehet erre a statisztikára, hogy ugye azt szokták mondani, hogy Zerenszki igazából a halába küldi a népét, és igazából egy ilyen kisebb országnak semmi esélye nincs megvédeni egy ilyen nagyon, védekezni egy olyan országgal szemben, szóval, mint Oroszország. Tehát a kérdésem az, hogy ön szerint hatása lehetett arra, hogy Magyarország is egy kisebb ország, és egy nagyobb ország támadása esetén szintén nem esélye megvédeni magát? Én, én azt gondolom, hogy valószínűleg a kormányzati szavazókra ez hatással van. Konkrétan nem értük, de, de szinte biztos vagyok benne, hogy ez, az természetesen hatással van. Teszem hozzá, ez nem teszi, ugye nem tudja tiszteletben a történelmi tényeket, hiszen például Finország legyőzte Oroszországot kétszer is, a, a, a egyszer a Szovjetuniót, egyszer az Oroszágot, Oroszországot, Oroszország, a kettő között azért elég nagy, elég nagy, különbség van. Japán is uh, legyőzte az Oroszországot. Japán is, Japán is legyőzte, ugye a Vietnám legyőzte Amerikát, ugye a vietnámi háborúban, Korea legyőzte Amerikát. Tehát azt, a kis országoknak a nagyokkal szemben van-e vagy nincs esélye, azért az, azért az messze nem ennyire egyértelmű. De teszem hozzá, hogy pontosan az ukrán, ukrán helyzet is mutatja azt, hogy hát bizony van, de most már 521, ha jól emlékszem, napja zajlik a, a háború, amit ugye háromnapos a tervezett Putyin. És jelen pillanatban a. a a annak a az az arány, hogy melyik oldalon hány ember ma hal meg, az jelen pillanatban 7 az 1 a, a, az oroszok javára. Tehát orosz, 7 orosz katonára egy ukrán halott, úgyhogy egyes amerikai elemzések szerint a Washington Postból lehetett erről olvasni az elmúlt napokban. Tehát, hogy jelen hogy, 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 pillanatban nem az a helyzet, hogy, hogy az ukránok ne tudnák felvenni a harcot, érdemben a harcot, és nem az a helyzet, hogy az ukrán katonák már elnézést hulnak, mint a legyek, hanem az orosz katonák azok jelen pillanatban, akik, akik, sokkal nagyobb arányban halnak meg ebben a háborúban. Természetesen ez nem független attól, hogy a NATO, illetve több nem NATO, de a nyugattal barát ország is támogatja ezt a küzdelmet, akár fegyverrel, akár humanitárius eszközökkel, akár pénzzel és bármilyen más erőforrással. Természetesen enélkül ez, ez nem menne, csak ugye ez, ez azért van, mert a, a nyugat, ezt nem csak, nem csak Ukrajna elleni támadásként éli meg, hanem ezt a, a nyugati világrend elleni támadásként éli meg. A Jaltai világrend, ugye, ami Krim félszigeten e, született, ugye az akkori megállapodás. Tehát a Jaltai világrend a második világháborút lezáró békeszerződések és egyéb elleni támadásként éli meg, és ezért aztán szükségesnek érzi azt, hogy fellépjen ellene. Ugye, hogyha már itt tartunk, Oroszország öt szerződést kötött a Szovjetunió felállása után Ukrajna megvédéséről ötöt. Köztük az egyik a Budapest memorandum, a másik, ahogy effektíve elmondják, hogyha bármilyen támadás ér Ukrajnát, akkor megvédi. A másik, ami még talán ennél is fontosabb, az az, hogy ugye Ukrajna az egyetlen ország a földön, aki atom, atomhatalom volt, de lemondott az atomhatalomról, és az összes atomfegyverét visszaadta Oroszországnak. Ennek fejében Oroszország örökös védelmet ígért Ukrajnával, Ukrajnának. Tovább megyek, ugye akkor, amikor amikor a Szovjetunió szétvált, egy népszavazással vált szét. E, és az, a, a, határokat e, azt meg kell erősíteni. Az meg lett erősítve 60%-os arányban, és az összes ukrán területi, területen, úgyis mint például Krím, Donbass, és Luhansk, és még a, még, a, keleti, egyébként orosz ajkó, vagy orosz is többségben voltak azok, akik a határ megerősítették egy, meg a, meg a szétfást megerősítették egy népszavazással. Tehát nagyon sok olyan közögi aktus volt, illetve nemzetközi jogi aktus volt, ami az, adott helyzetet szabályozza, az ENSZ alapokmány sorolhatnám, tehát tényleg nagyon sok ilyen van. És aztán mégis jelölt egy ilyen helyzet, és nyilvánvalóan a, a nyugat, aki egyébként a, a nemzetközi békének a, a, garanciáját adja, a kereskedelemnek, a, a nyugodt kereskedelemnek a garanciáját adja, azt adja, hogy, hogy, a, hogy egyszer csak egy nagyobb ország nem gondolhatja azt, hogy hát akkor jön és oda megy, és akkor a kicsitől elveszi azt, ami neki el, az azt mondva, hogy ezt a világrendet nem lehet megdönteni. Nem kezdhetjük azt csinálni, hogy bármelyik nagy ország azt mondja, hogy oda megy a kicsihez, és erőszak elveszi elveszítőre, amire úgy gondolja, hogy valamiért neki szüksége van. Mert hogyha egy ilyet engedünk, akkor bármelyik másik is ezt gondolhatja. Ennek okán a nyugat az, az, bizony, az bizony kiáll. Nem feltétlenül csak a saját érdekeiért. Meg Ukrajna érdekeiért, hanem a teljes globális védelmi rendszernek az érdekeiért. Ugye az orosz narratíva erre hozza azt a választ, hogy azért a, az ukrán kormány elnyomta az orosz kisebbségeket, illetve azért az Egyesült Államoknak is volt több beavatkozása a közel-keleten, Koszovóban, tehát nyilván az oroszoknak is megvan erre azért a válasza. Hát igen, de ugye, ugye a koszovói beavatkozás az ugye, nem, az, az ugye NATO beavatkozás volt, és azt az ENSZ megszavazta, tehát az, az, az ENSZ által jóváhagyott beavatkozás volt. A, a, ugye a közel-keleti beavatkozás az egy úgymond, sok szempontból fájdalmas történet természetesen, de ott nem lehet azt mondani, hogy nem egy diktátor, vagy nem sok diktátor volt az, akinek a akinek az aktuális uralmát ez a dolog befolyásolta és kellemetlenül érintette. Aztán én értem, hogy egyébként az orosz érdekek ezzel szemben mentek, hiszen ők például fegyvereket adtak a Iraknak, meg sorolhatnánk, hogy melyik, melyik országot, és hogy, hogy a, meg ugye olajjal is bizniszeltek. Tehát, nem, tehát gondolom azt, hogy ez őket kellemetlenül érintette sok szempontból, de hogy, hogy annak azért megvolt a legitimitása, az együtt, hogy egyébként mondjuk például ugye a, az iraki atomfegyverek természetesen nem léteztek azóta, már, azóta az már kiderült, tehát hogy ott Amerika se követett el, vagy volt teljesen hibátlan ebben a, ebben a történetben, Általában, de az ukrán helyzetet tekintve igazából nincsen semmi olyan, amit egyébként az amerikának, illetve a nyugatnak vagy európának fel lehet róni. Ukrajna önrendelkezése volt minden olyan lépés, ami a nyugathoz, illetve az Európai Unióhoz való közeledést uh, irányába tett lépés, úgy is, hogy, uh, hogy egyébként a NATO csatlakozás és NATO tagság ugye az explicitek ki volt Tehát volt egy bukaresti uh, nyilatkozat, uh, ahol azt mondta a NATO, hogy mindenféle partnerséget ki lehet alakítani, meg tudunk mi egymással barátkozni, hogy ilyen köznyelvileg fogalmazza meg, de a tagság az, az nem fér bele. És nem is tett lépéseket, ugye a NATO egy védelmi szövetség, a NATO fennállás óta 49 óta sohasem támadott, mindig csak védekezett, illetve beavatkozásokat is mindig csak ENSZ felhatalmazással tett, hogyha aktívan beavatkozott. Szóval az orosz részről ez a fenyegetettségérzés, érzés, ez, ennek a megalapozottsága az erősen kérdéses. De, de hogy én tudom, ezt, hogy ez hol gyökerezik, mert nyilván az Oroszországnak, aztán később a Szövetülnek, aztán újra Oroszországnak lényegében a lételeme ez a fenyegetettségérzés. Ez az alapja, ez a nemzeti identitásnak vagy a népi identitásnak az egyik alapja, hogy van a nagy orosz a rusz, a moszk, moszkvai rusz, ugye volt, volt a kijevi is, zárója, de van a moszkvai rusz, amit, amit mindig mindenki valahonnét, valamikor fenyeget. Hol a, hol a mongolok a másik oldalról, hol a németek az egyéb oldalról, azt zárójelbe teszem hozzá, hogy ugye ezt Stalin és Hitler együtt indítottak el a másik világháborút, a molotov ribbentrop paktum és más egyéb megjegyzések okán, tehát Lengyelországot nagyjából együtt támadták meg, tehát az semmi feltétlenül igaz, hogy, yeah. hogy, abban, az oroszok hát, hogy ugye fegyvertelenek lettek volna, és áldozatai lettek volna annak a történetnek, de hogy, 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 a, hogy ez, a, ez, az orosz népleknek a része, hogy, hogy, hogy minket mindenki meg akar támadni, és minket mindenki meg akar kisebbé akar tenni. Ennek az egyik következménye, hogy a legnagyobb területű ország, ugye a földterületnek a 11 és fél százaléka az, az, Oroszország, és a, ugye a Moszkvától, meg a Moszkvat körülölelő védelmi, védelmi egységtől egészen ugye a, a Alaszkáig terjedt, ugye régebben még Alaszka is az volt, tehát egészen a tengerig, ameddig lehetett elmentek lényegében, pontosan ebből fakadóan, tehát ez, ez egy expanzív, egy rendszeresen támadó, egy, egy, rendszeresen, a, a környezetét leigázni, imperialista, leigázni szándékozó jelen aktuális szóval egy imparista nemzet az, akiről beszélünk, ennek egy, egy aktuális fázisa az, ami egy következő fázis az, ami most zajlik. Úgy, nyilván ők úgy érezték, hogy neki volt egy nagyon komoly pufferzónájuk, ugye 45-től, második világháború végétől, egészen ugye a Szovjetunió felbomásáig 90-91-ig, tudjuk, hogy melyik ország mikor ment ki, és ez, ezt a védelmi zónát akarják ők maguk köré visszaállítani, csak ugye azóta kialakult egy új világrend, a, ami, ami ezt nem igazán teszi lehetővé. Ugye a másik világháború óta nem vívunk olyan háborúkat, hogy a mellettünk lévő országot leigázzuk, és ennek a világrendnek a megvédése az, ami jelen pillanatban zajlik a nyugat részéről. Még a lezárás volt lenne egy módszertani kérdésem. Amikor egy kutatást elkezdenek csinálni, és megvan a fejekbe, hogy akkor legyen még egy kutatás, hogyan választják ki a kérdéseket, amiket fel fognak tenni? Hát ugye ezt a kutatást mi a népszava készítettük, és ezt az úgy zajlik, hogy milyenkor minden hónap van egyszer összeülünk a népszavában pár szerkesztővel, akik felelősek a, velünk való együttműködés. van, amikor a főszerkesztő, van, belpolitikai, külpolitikai szerkesztő, mikor milyen témák vannak, és, és velük vagy fizikailag leülünk egy térbe, vagy valami online beszélgetést tartunk, és átbeszéljük, hogy milyen témák vannak, és akkor azokat leütjük, hogy akkor ezek lesznek a következő hónapnak a témái. Arra ők is írnak kérdéseket, mi is írunk kérdéseket, és azt elküldjük egymásnak, azt összegezzük, és utána az, ez mondjuk egy-két nap alatt lepörög, és akkor utána aztokat feltesszük a, a havi omnibusz kutatásunkra. Ugye omnibusz kutatás az azt jelenti, hogy több megbízótól van egy hosszú kérdőjöv összeállítva, és ennek a része a, 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 népszavás kérdés sor is, ilyen esetben a NATO, Oroszország, Ukrajna, Európai Unió e, háború viszonyrendszerről. E, és, és akkor így áll össze ez a, ez a történet. Nyilvánvalóan ebben a népszavának is a kollégái részt vesznek, meg a, meg a publikusnak a kollégái is részt vesznek, és a, Igyekszünk mindig aktuális témát feldolgozni, igyekszünk mindig olyan, olyan ügybe menni, ahol van egy információs hiány, egy információs vákum, ahol nem igazán tudják a, a, a magyar választók, meg a, meg a magyar közélet sajtó nyilvánosság, hogy, hogy pontosan mit gondolhat a, a magyar választó, mik a, a, a vélemény mintázatok, és az adatfelvételt elvégezzük, ez általában a hónapnak a végén, vagy hogyha kicsikét megcsúszunk vele a következő hónapnak az elején van, és utána azt a feldolgozás elemzés után az a népszavához kerül és kikerül a nyilvánosságba. Általában két különböző írás kerül ki, ez egyik a népszavának a, az összefoglaló írása meg elemzése, a másik pedig a mi honlapunkon egy-két egy nappal később nagyjából ugyanaz kikerül, ugye? Nekünk annyival nagyobb a könnyebb a helyzetünk, hogy mi, mi honlapunk ugye teljesen online működik, a népszóval pedig egy printlap, és a printlapban mindig kevesebb információ, vagy mondjuk sűrítettebb információ fér bele. A mi honlapunkra meg hát lényegében ki tudunk tenni mindent, ami, a, ami az adott kutatáshoz kapcsolódik. Így mi sokkal résztesebb adatokkal jövünk ki, míg a népszóval ennek ez anzáját hozza. Nekik viszont megvan az a könnyebbségük, hogy meg tudnak kérdezni, az adatok ismertetése mellett különböző szakértőket, politikusokat, és az esetben külföldi embereket, akik az adott területet értik, és szakértő véleményekkel tudják kiegészíteni ezeket a kutatási eredményeket. Pulai Andrásnak köszönjük, hogy fogadta a hívásunkat. Köszönöm én is.